Magyarország erdeiben számos helyen fokozott tűzveszély alakult ki a szeles és csapadékmentes időjárásnak köszönhetően. Ezért a földművelésügyi miniszter március 3-án átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőkben. A tilalom az erdőkön kívül kiterjed a fásításokra, valamint az erdők és fásítások határaitól számított 200 méteren belüli területekre. Tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút és vasútmenti fásításokban, beleértve a parlagi és gazégetést is. Március 3-án elrendelt a földművelésügyi miniszter, hogy országosan tűzgyújtási tilalom lép életben, tehát az ország teljes területén tilos az erdőkben, fásításokban, illetve azok határától számított 200 méteren belül tüzet gyújtani, illetve bármiféle tűzgyújtással kapcsolatos tevékenységet végezni. Erre vonatkozik az országos tilalom. Helyben Gyálon a 90-es évek végétől van egy rendelet arra vonatkozóan, hogy mikor szabad kerti hulladékot égetni. Mivel most már a tavaszi kerti munkáknak, a munkák végzésének az időszakát éljük, ezért fontos erre felhívni az emberek figyelmét. Tehát Gyálon április 15-e és május 15-e közötti egy hónapban engedélyezett a helyi rendelet szerint a tűzgyújtás a kiskertekben. Ez az engedély, ez munkanapokon 8 és 16 óra között, munkaszüneti napokon pedig 10 és 14 óra között engedi azt, hogy tüzet gyújtsanak és elégessék a kerti hulladékot. Egyébként pedig a közintézményekben, egészségügyi, szociális, illetve oktatási intézmények 100 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, tehát 100 méteres körzetén belül tilos tüzet gyújtani az intézmény működési ideje alatt is. Ellenőrzik ezt a tűzgyújtási tilalom betartását, illetve hogy szabályszerűen mennek-e az avar égetések, illetve ha ilyen rendellenességet tapasztalnak, akkor bírság lehet számítani? Igen, természetesen, hát elsősorban a közterület felügyelők, illetve a lakosság saját maga ellenőrzi ezt, hiszen ebben az időszakban azért számos bejelentést is szoktunk kapni, hogyha valaki nem tartja be a tűzgyújtási tilalmat, illetve az, hogyha megszegi a saját rendeletünket. A Földművelésügyi Minisztérium arra kéri az erdőben kirándulókat, a mezőgazdasági területeken dolgozókat, valamint a közúton és vasúton utazókat, hogy az erdőtüzek megelőzése érdekében járjanak el körültekintően, égő cigarettát ne dobjanak el, az minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes. Williams Television.